Basszus, ez a hülye takony. Nem bírok beszélni. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó, hát fogjuk rá, hogy egy TBR videó, ugyanis arra gondoltam, hogy összeszedem, mik azok a könyvek, amik megvannak nekem jelenleg, és idén mindenképp el kellene olvasnom, ez egy kicsit ilyen áttekintés motiváció nekem is, mert kicsit úgy érzem, hogy mindent is kéne olvasni, közben semmihez nincs kedvem igazából. Leginkább csak TikTokozni van kedvem. Igen, szóval ezen kéne valahogy átlendülnöm. Ezért összeszedtem azokat a könyveket a polcomról, amiket tényleg azt mondom, hogy idén. Idén meg kéne lenniük, vagy hát szeretném, hogy meglegyenek, és ez kicsit ilyen megnyugvás is nekem, mert annyira sok könyvre így nem mondtam azt ránézésre, hogy ezt mindenképp el kéne olvasnom idén, de azért van pár, úgyhogy vessük bele magunkat, hogy mik azok, amiket tényleg nagyon el kellene olvasnom még ebben az évben. Rögtön egy nagy falattal kezdek, ami nem más, mint a Wings of Fire sorozat maradék része, ami megvan nekem. Ez a 6-7-8-9-10. Rész. Nagyon rosszul érzem magam, ahányszor ránézek erre a sorozatra, ugyanis én tavaly januárban olvastam, vagy tavaly februárban olvastam az utolsó részét az első ötös fogatnak, és akkor én megvettem ezt, a második adagot, és azóta se olvastam, és emiatt irdatlan módon rosszul érzem magam. Úgyhogy ezeket nagyon szeretném legalább a hatodik részt elolvasni, a Moonrisingot, mert annyira jó ez a sorozat. És azon is gondolkoztam, hogy lehet azt kéne, hogy elkezdem hangos könyvben, és mellé olvasom a könyvet, amikor épp nincs olyan alkalmam, hogy hangos könyvezzek. Igazából lehet azért is halogatom jelenleg, hogy nem tudom eldönteni, hogy fizikaiban, vagy hangos könyvben olvassam, mert egyszerűen ehhez a sorozathoz annyira jó narrátort találtak, hogy a narrátor nélkül lehet, hogy nem is ugyanolyan olvasni ezt a könyvet, úgyhogy nem tudom, hogy mi legyen, de legalább egy részt ebből a sorozatból még idén szeretnék elolvasni. A következő könyv nagyon régóta megvan, ez az egyik motiváció, a másik az, hogy igazából recenziós kötet is, illetve nagyon szeretném végre felhasználni barangoláshoz, mert eleve azért akartam elolvasni, hogy legyen egy spanyol barangolásom. Ez pedig José Antonio Cotriniától a Samhain aratása, és ő egy spanyol szerző, és nagyon szeretnék végre egy spanyol barangolást csinálni, és vele akartam megcsinálni, de még mindig nem olvastam, úgyhogy ezt mindenképpen idei projektnek tűztem ki magamnak. És ráadásul megvan a második része is. Szóval nagyon kéne ezt például olvasnom. Azért raktam rá erre a listára, mert úgy érzem, ennek most már tényleg prioritást kéne jeleznie. A következő igazából egy könyv, csak két kötetben adták ki, ez pedig az Alkimista lányának különleges esete folytatása, tehát a Különleges hölgyek európai utazása. Egyrészt az Budapesten játszódik, már csak azért is, mert is olyan szépek, szóval már csak azért is elolvasnám, mert hogy Budapest, meg igazából én szerettem az Alkimista lányát, és ezek után nyilván kíváncsi vagyok a folytatásra is, úgyhogy igen, tök jó lenne ezeket is elolvasni. Mondjuk jó ijesztő oldalszámban. Mert talán annyira nincsenek tele nyomva az oldalak. Úgyhogy ez is mindenképp idei projekté akarom tenni ezt a két kötetet is. A következő szerintem nem meglepő, mert mostában nagyon sokat beszélek a Oldbailey krónikákról, és hát ha már megvan a harmadik része a Cress, akkor nagyon kéne olvasnom, ráadásul megvettem mellé a novellás kötetet, ráadásul kijött az utolsó része is végre magyarul, úgyhogy ezt már csak azért is kéne olvasni, hogy végre befejezhessem a sorozatot. Mondjuk igazából ennél nem is félek a méretétől, mert őszintén ez szerintem egy másfél napos olvasás lesz, csak az a baj, hogy mindig van másik könyv, amit muszáj előrébb vennem, mint most is mondjuk a BookTube könyvklubos közös könyv, amit szintén el akarok olvasni, csak hogy így néha így ránézek a polcomra, és azt mondom, hogy ó, de most amúgy másik könyvet olvasnék szívesebben, de ezt kéne. Szóval vannak ilyen problémáim. Nagyon ingadozó a hangulatom, és így nagyon nehezen veszem rá magam, hogy veszem rá magam, hogy olvassak. De ezt mindenképp szeretném még idén. A következőnél annyira nem ragaszkodnék ahhoz, hogy idén elolvassam, de pont van egy molyos kihívás, amire még nem tudom, mikor feljelentkeztem, szerintem év elején, és ez a
az a baj, hogy ez az egy, hát jó, nem ez az egyetlen könyv, amit elolvashatnék hozzá, de ez a legközelebb ahhoz, hogy elfogom, ez pedig a Lány 7 névvel. Ez a kihívás egyébként az, hogy olvassunk a Libri kiadótól, és 3 Libri által kiadott könyvet kéne olvasni, és 2 már megvan, és ez a harmadik lenne. Azt hiszem, anyáiknak van még Libris könyvük, de azok annyira szintén nem érdekelnek, úgyhogy én. Meg azok vastagabbak is szerintem, mint ez. Úgyhogy ez kéne, ráadásul ez is jó lenne észak-koreai, szóval jó lenne szintén barangoláshoz is. Viszont ez nem is az, hogy idén ezt konkrétan augusztusban el kéne olvasnom. Úgyhogy szurkoljatok, hogy meglegyen. Mert konkrétan ezt kéne következőnek olvasnom kb. És nem biztos, hogy most egy ilyen kaliberű könyv az van a hangulatom. Ez a probléma. Illetve van egy-két könyv, amit még szeretnék idén újra olvasni mindenképpen. Ebből az egyiket már emlegettem szerintem, ez a Fangirl. Nem tudom, idén egyszerűen elkapott az érzés, hogy szeretném újra olvasni. Úgyhogy ezért beleveszem ebbe a listába, mert tényleg szeretném újra olvasni. Ráadásul megvettem hozzá a mangát is, szóval a mangáját is el szeretném olvasni, és így a kettőt egyszerre, ha lehet. Tehát, hogy elolvasni ezt is, meg újra olvasni a rendes regényt is, mert ez egy tök komfort könyv szerintem, úgyhogy jó lenne. De mivel újraolvasást azt annyira nem fogom erőltetni, de jó lenne, ha beleférne az évbe. Csak annyi új könyvem és olvasatlan könyvem van, hogy rosszul érzem magam minden újraolvasásnál. Illetve az utolsó szerintem nem lesz meglepő, tekintve, hogy már 2 részét olvastam, tudom, nem 3 részes, csak 3 kötetre van szedve. Ez pedig ugye a Király visszatér, a Gyűrűk ura 3. része, ugye a 3. kötete. Ugye én idén elkezdtem újraolvasni, és már 2 részét végigolvastam, és nem hagy nyugodni a tudat, mivel molyon egy kötetként van Goodreads-en, meg minden kötet külön könyvként számolódik, úgyhogy muszáj idén még ezt elolvasnom. Muszáj! Mert molyon azóta is ott van nálam a Gyűrűk ura, nem vettem külön a részeket, külön kiadásbejelölés, nem maceráztam azzal. Igazából az a jó, hogy Gyűrűk ura 3. részében egyébként, hogy elég sok része csak a függelék, és én a függeléket külön olvastam el egyszer. Valahogy úgy emlékszem, hogy annó, mikor olvastam, annyira gyorsan kiolvastam a 3. kötetet, és csak utána olvastam hozzá a függeléket. Mármint a sztori részét elolvastam, és csak utána a függeléket, és úgy emlékszem, mintha így alig történt volna valami a 3. részben, de több mint 500 oldal így is még valahova őszre. Őszre be kéne suvasztanom. Ez lett volna ez a kis lista, hogy mi az, amit mindenképpen akarok olvasni még idén, mert őszintén eddig így nem gondoltam át, meg a félévzárási pánikban is úgy voltam, hogy így körülbelül mindent el akarok olvasni, amin van. De ezek azok a könyvek, amiket tényleg nagyon-nagyon szeretnék. Úgyhogy valahogy ezekre kellene ráfókuszálnom, hogy ezek meg legyenek, és így a többit kicsit elengedni, hogy hát, ha így könnyebb lesz olvasni. Kicsit ilyen bőségzavara van minden alkalommal, amikor odaérek, hogy elolvastam valamit, és így ránézek a polcra, és így ezt is kéne, ezt is kéne, ezt is, lalala. És ezzel próbálom meg valahogy leszűkíteni a kört, hogy így jobban fogom talán én is látni, hogy mi az, amit nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kéne előre venni, mert tudom, hogy szeretném is elolvasni, meg kellene is elolvasni. Úgyhogy hát, ha így megkönnyítettem ezzel a videóval a saját dolgomat is. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!